Múlt hét hétfőn még így nézett ki a nyíregyházi vasúti aluljáró. A nyíregyházi művészeti szakközépiskola diákjai ekkor kezdték a falak festését. Először az iskolában tervezett képek kontúrjai kerültek fel a falakra, ma pedig így néz ki a fal. Elkészültek a festmények. Ezen a munkán öten dolgoztunk a két falon, de azt hiszem olyan 10 diák dolgozhatott az egész munkán. Az ötlet is közös volt. Hát az volt a koncepció, hogy a nyíregyházi épületeket, régieket és újakat próbáltunk síkban egymás mellé tenni, és egy szép színes festői munkát készíteni. Ez a festmény például a régi sóstói kilátót ábrázolja. A diákok egy sikeres pályamunka után kapták meg a lehetőséget, hogy barátságosabbá tegyék az aluljárót. Csütörtök délelőtt a MÁV helyi vezetése is megköszönte a tehetséges diákok munkáját. Az ötlet egy hasonló kezdeményezésből indult. Debrecenben a peronok, a síneket elválasztó kerítésen valósult meg egy hasonló festményekből álló díszítés. Ott egy egyik kollégánknak támadt az ötlete, hogy a nyíregyházi aluljárót is fel lehetne ezzel dobni. A kezdeményezés az úgy folytatódott, hogy mintegy 20 iskolának küldtük ki a pályázati felhívást, amit egyeztettünk a MÁV-nak a kommunikációs igazgatóságával, és a sajtóban is megjelent ez a kezdeményezés. A MÁV munkatársai azt ígérték a diákoknak, nagy gondot fordítanak majd arra, hogy az aluljáróban senki ne rongálja meg a festményeket.